Józan ész szerint is minden egyes törvényi szabályozás annyit ér, amennyi a későbbiekben megvalósul belőle. Az országnak költségvetése eddig is volt, a grívnya árfolyamát eddig is minden évben rögzítették, az infláció mértékét szintén előre látták, és sajnos az eredmények abban az évben, amelyre ezek a szabályozások vonatkoztak, nem mindig mutatták azt, hogy ezt sikerült tartani. Hogy például a grívnya értékállósága az a ugye kemény valutákkal szemben biztosítható a jelenlegi gazdasági teljesítmény mellett. Tehát én ezzel, ennek az értékelésével megvárnám legalább a 2020-as évnek az első felét. Addig is nagyon sokat mondó az az adat, ami ennek a hírnek a végén szerepel, hogy 2018-ban az európai átlagos vásárlóerő az 14.300 eurót tett ki durván, tehát európai viszonylatról beszélek, miközben ez az összeg Ukrajnában alig haladta meg az 1300 eurót. Ez azt jelenti, hogy az ukrán lakosság átlagos vásárlóereje az előbb emlegetett gazdasági problémákból adódóan is több mint tízszeresen marad el az átlag európai lakos vásárlóereje vagy vásárló képessége mögött. Ennél beszédesebb adatot a jelenlegi gazdasági helyzet leírására el sem nagyon tudok képzelni.